Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtök íradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Vasfüggöny. 30 évvel a kerítés átvágása után találkozott egymással a magyar és az osztrák külügyminiszter. Magyarország fesztivál nagyhatalommá vált. A kormány kiemelten kezeli és támogatja a fesztiválturizmust. Nyári napközi. A hagyományos programsorozaton idén is rengeteg kaland várja a gyermekeket. Az 1989-es vasfüggöny átvágásának helyszínén tartott megemlékezést a magyar és az osztrák külügyminiszter. Az ünnepségen kiemelték, Európa sokat köszönhet az akkori emberek szabadságvágyának, hiszen az ő munkájuk nyomán indulhatott el azon az úton, amelyen most is folyamatosan halad előre. Az egykori vasfüggöny átvágásának 30. évfordulóján ismét találkozott egymással a magyar és az osztrák külügyminiszter. Szijjártó Péter és Alexander Schallenberg ott emlékezett meg a 3 évtizeddel ezelőtti eseményekről, ahol annak idején Horn Gyula és Alois Mock együtt vágták át a két országot elválasztó szöges drótot. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a történelem folyamán a magyarok mindig a szabadságra törekedtek, ennek volt eredménye a vasfüggöny átvágása is. 30 évvel ezelőtt tehát itt átvágták a diktatúrát övező kerítést, kártyavárként dőlt össze a szocializmus, és eltűnt az akadály, amely évtizedekig akadályozta az eszmék, a gondolatok és az emberek szabad mozgását. Kelet és nyugat, Ausztria és Magyarország, osztrákok és magyarok kezet fogtak, Európa történelmének új fejezete kezdődött, és azt gondolom, az sem túlzás mondani, hogy egy új Európa született. Alexander Schallenberg elmondta, soha nem felejthetjük el, mit adott Európának az, hogy fegyverek nélkül sikerült újra egyesíteni a szétszakított területeket. Kiemelte, ez az esemény nem csak a magyarok, hanem az osztrákok büszkesége is. Elmondhatjuk, hogy 1989 nyara az osztrák állampolgárok fényes pillanata volt. Ők menedéket nyújtottak, támogatást nyújtottak azoknak az embereknek, akik adott esetben csak egy műanyag tasakkal jöttek át a határon. Hihetetlen szimpátiával befogadták honfitársaim őket, és kísérték a további útjukon. Ez egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk, és ez bizonyítja azt, hogy éppen szükség idején álltak rendelkezésre. Ezt magyar szomszédaink nagyon jól tudják. Ausztria mindig itt van, és mindig segíteni fog. A soproni polgároknak is sokat jelentett a szimbolikus cselekedet, hiszen a ma már természetes határátlépés az akkori bátor tetteknek az eredményeként valósulhatott meg. Ezzel a szimbolikus jelentőségű tettel kezdődött meg az a folyamat, amelynek aztán a következő lépése a páneurópai piknik helyszínén való határáttörés volt, ahol a jelenlévő NDK országunkba tartózkodó NDK állampolgárok a szabad világba tehettek egy lépést, és ott ütötték ki a berlini falból az első téglát. Tehát mi itt Sopronban az élő történelemnek voltunk a részesei 1989-ben, és ez nekünk sokat jelent, hiszen elkezdődött egy folyamat, amelynek eredményeképpen Magyarország visszament Európába, oda, hova mindig is tartozott, hiszen a Magyar Királyság és Magyarország a kommunista évtizedek előtt mindig is szerves része volt Európának. Az eseményen elhangzott, tanulni kell a múltból, hiszen annak idején a változtatni akarás és a bátorság uralta Európát, melyek most egy kicsit a jelenlegi jólétben eltűntek sokak életéből. Mintegy 2 milliárd forinttal támogatja a hazai fesztiválokat a Magyar Kulturális Alap és a Magyar Turisztikai Ügynökség. Hangzott el szerdán Sopronban. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinettiroda parlamenti államtitkára kiemelte, Magyarország az elmúlt években fesztivál nagyhatalommá vált. Szerdán megnyitott a kapuit a 27. volt fesztivál a Harkai Plató mellett. A fesztivál és Sopron neve már egybefort az elmúlt évtizedekben, az ide látogatók pedig elviszik a város jó hírét. A Volt Fesztivál az Sopronnak a márka neve, lényegében mondhatjuk ezt, hiszen most már a 27-nél járunk a sorban, és felnőtt egy generáció országhatáron belül, és hiszem, hogy azon kívül is, aki, hogyha meghallja a Volt Fesztivál kifejezést, akkor Sopronra asszociál. Ez pedig a város számára egy lehetőség, hiszen ezek az emberek majdnem 150 ezeren, mikor a Volt Fesztivál ideje alatt ide jönnek Sopronba, akkor itt bízom benne, hogy kultúráltal jól érzik magukat, kultúrált módon, kultúrált körülmények között, és majd aztán elmennek jó tapasztalatokkal, kellemes élményekkel gazdagodva,
elmondják a barátaiknak, hogy Sopron milyen vonzó hely. Mi hisszük azt, hogy 150 ezer ember nem tévedhet, csak jó helyre jön ennyi ember egyszerre egy időben, és ezt a lehetőséget a városnak ki kell aknázni a jövőben. Tehát ez a voltnak a fő szerepe Sopronban, meg természetesen az is, hogy az itteni vállalkozások ilyenkor pénzt, mondjuk már pénzt keresni, hiszen a szállásadók és a vendéglátósok, meg az egyéb szolgáltatás nyújtók is egy nagyobb forgalommal számolhatnak, aminek végső soron pedig a város kasszájában adóbevétele is keletkezik. A volt idén új helyen a régitől mintegy 100 méterre várta a fesztiválozókat. Ezen a területen az elmúlt időszakban megvalósult a közművek kiépítése, ezáltal a fesztivál otthonosabb lett. Azt a területet, amit a volt fesztivál évről évre használ, ott közműfejlesztés zajlott, ez csak a földfelszín alatti fejlesztésekről beszélünk, csatorna, víz és villanyfejlesztésről. A város több pontján, amikor a fesztivál ide telepedett, akkor anomáliákat tudott okozni, hiszen a szűk volt a közművek keresztmetszete. Tehát ezt kellett fejlesztés alá vonni azért, hogyha itt van 4 napon át majdnem 150 ezer ember, akkor bizony a város többi részén, illetve a szomszédos településeken az ellátottságot, a közműveknek a szolgáltatását változatlan színvonalon lehessen biztosítani. Arról, hogy a kormány hogyan támogatja a hazai fesztiválokat, szerdán tartottak sajtótájékoztatót a főtéren. Itt Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, Magyarország fesztivál nagyhatalommá nőtte ki magát az elmúlt években. Ez egy olyan folyamat, amit a kormány támogat, mégpedig azért, mert a fesztivál turizmus a turizmus egyik húzóágazata. Ezek a rendezvények erősítik és sok színűsítik a magyar kulturális életet, és van még egy fontos vonatkozás, ez pedig az, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a fesztiváloknak otthont adó városok és települések egy szélesebb közönséggel is megismertessék az adott térségeket. Most ami a célzott támogatásokat illeti, 2012 óta csökkentett áfa van érvényben a fesztiválokra vonatkozóan, de beszélhetünk pénzügyi támogatásokról is. A hazai fesztiválokat mintegy 2 milliárd forinttal támogatják, a Nemzeti Kulturális Alap 750 millió, míg a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,3 milliárd forinttal támogat rendezvényeket az ország számos pontján. Idén is megrendezi a hagyományos nyári napközijét a Soproni Tankerületi Központ a város önkormányzatával karöltve. A programsorozat keretében mintegy 200 gyermek vehet részt tartalmas programokon Sopronban és környékén. Rajzos foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, Sopronban számos nyári tábor kínálkozik a gyerekek számára. Ilyen a nyári napközi is, amelynek célja, hogy szórakoztató, de hasznos kikapcsolódást biztosítson a gyerekek számára. Elsősorban iskolán kívüli programokat szervezünk, hiszen nyár van, és fontos számunkra, hogy elsősorban a szabadidő, a játék és az élmények legyenek meghatározóak számukra. Ezen a héten már jártunk a gyerekekkel Fertődön, a Levendula szüreten. A teljes csoportot elvittük Szombathelyre, a Kalandparkba, Petőházán voltunk a gyerekekkel, illetve a soproni lövérúszodába strandolni. A hagyományos tábor egyre népszerűbb, több környékbeli kis település is jelezte, hogy szeretné, ha részt vehetnének a programokon az ott élő gyerekek is. Nagyon sok a gyermek, a nyári napközben évről évre emelkedik a gyermekek száma. Most is szerintem egy 10 csoport biztos van a nyári napközben, összesen a nyár folyamán 121 néhány csoport fog a nyári napközben különböző programokon részt venni. Létszámokat azért nehéz mondani, szerintem most is 100-200 gyermek, 100 és 200 között van a gyermekek száma. Azt pontosan lehet tudni, hogy a tavalyi évhez képest 15%-kal emelkedett az igénylők száma. A nyári napközi programjait Sopron önkormányzata finanszírozza, és a Soproni Tankerületi Központtal együtt szervezik meg azokat. A soproni kézműves műhelyek a nyáron tartalmas táborokkal várják az alkotni vágyó gyerekeket. A sort a Hellart neve által fémjelzett kézműves tábor nyitotta a héten. A programban fára való festés, porcelánfestés, levendulaszedés, kerámiázás és zsemlesütés is szerepel. Najvirt Kinga keramikus tanítja a gyerekeknek az agyagozás rejtelmeit. Ez csak az egyik izgalmas foglalkozása a 6-tól 10 éves gyerekeket megcélzó kézműves tábornak. A kisebbek és nagyobbak ezen a délelőttön belekóstolhattak az agyag formázásába, majd pedig égetett és formázott kerámiák festésébe is. Ez csak az egyik állomás az alkotó tábornak, emellett számos színes, izgalmas program várja a gyerekeket a héten, mint ahogy majd a többi kézműves táborban is a nyár folyamán.
Viszonylag vegyesek a táborok, ez volt az első hetünk. Én indítottam a szintén vegyes programmal, mert nálam minden volt, fafestés, kerámia, porcelánfestés, vartunk is a gyerekekkel. Aztán innentől fogva egy picit tematikusabbak, jövő héten jön az Eszter az üveges táborokkal. Aztán a következő héten lesz egy mesetáborunk, ami kerámiával van ötvözve. Ez egy picit önismereti tábor, egy kicsit nagyobb gyerekeknek, és nyilván ők is alkothatnak, agyagozni fognak. És aztán jön egy még vegyesebb tábor, ami a német és a kézműves technikák ötvözése, ott minden nap más alkotás lesz, és mellette játékos német tanulás. És akkor a sort zárja az Egresi Csanita, ő pedig egy tisztán kerámia agyagozós táborral. Ők egész héten agyagozni fognak. Minden nap más-más technikába kóstolhatnak bele a gyerekek, akik emellett kirándulnak is, sőt zsemlét is süthetnek egy pékműhelyben. Nem csoda, hogy a táborozók sok-sok élményt gyűjtenek a héten. Nagyon jó volt ide egyáltalán eljönni, csináltunk mindenféle, agyagoztunk ma, és mindenféle, szóval nem tudok többet felsorolni. Hát itt mindig, ezekben a táborokban mindig annyira sok mindent lehet tanulni, meg sok mindent lehet kreatívkodni, amit mi nagyon szerettünk, mint gyerekek. Hát én nekem azt tetszett ebben a táborban, hogy csináltunk ilyen kerámia festést, amit hát ilyen üvegfestést, és nekem az nagyon tetszett, nagyon jól tetszett. Nekem minden tetszett ebben a táborban, de a legjobban ezt az agyagozást vártam, mert nagyon sokszor nem tudok agyagozni. A gyerekek nem csupán kézműveskednek a táborban, hanem az alkotásokat haza is vihetik. A fertőpart fejlesztése Magyarország kormányának támogatásával kizárólag hazai forrásból valósul meg. Emeléki szerkesztőségünkbe eljuttatott csütörtöki közleményében a Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő ZRT. A közlemény továbbá rámutat, idézem: egyes helyi politikusok azonban a fejlesztés megakadályozásából, vagyis a térség fejlődésének megakasztásából igyekeznek saját öncélú politikai tőkét kovácsolni. Amint írják, a készülő beruházás olyan szabadidős központ lesz, amelyben széles társadalmi rétegek találhatnak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A fejlesztés minden szükséges környezetvédelmi, vízügyi és világörökségvédelmi engedély birtokában és azok legszigorúbb betartásával indult el. Magyarország legnagyobb idegenforgalmi beruházása a Sopronfertő kiemelt turisztikai régió számára olyan fellendülést hoz, amire korábban még nem volt példa. A fertőpart megújulása a soproniak és az ide látogató turisták közös érdeke. Második stúdiólemezét rögzítette a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar. A CD Mozart és Takács Jenő művei mellett a Sopron himnusz is rajta lesz. Utóbbit Sarkadi Sándor szövegére komponálta a Kossuth Díjas Soproni József, Sopron díszpolgára. Koncentráció és aprólékos munka, ez jellemezte a Liszt Ferenc szimfonikus zenekar lemezfelvételét. A CD az együttes fennállásának 190. évfordulója alkalmából, és a Pán-Európai Piknik 30. évfordulójára készül. A város felkérésére Sarkadi Sándor és Soproni József művét, a Laudatio Scarbanciét, a Sopron himnuszát vettük föl az első napokban. Ez lesz egy új felvétel a zenekar részéről, ebben a szimfonikus zenekar mellett a Petőfi Színház kórusa és a Soproni Pedagógus Énekkar működött közre. Ezt követően Mozart D-moll zongora versenyét rögzítettük, Oberfrank Péter zongora szólójával, és Takács Jenő magyar rapszódiája szerepel majd még ezen a jubileumi kiadványon. Így szól a Sopron himnusz a már elkészült felvételen. A munkát az Erkel és Lajta díjas zenei rendező, a soproni származású Alpár Tibor vezette, aki a zenekar első lemezét is készítette. Mindig meg szoktuk csinálni azt, hogy először, amikor elindulunk egy darabnak a felvételével, egy tételét vagy egy részét fölvesszük, azt közösen meg tudjuk hallgatni, és akkor meg tudjuk fogalmazni azokat az igényeket, hogy hol, milyen módon lehet javítani, kicsit fürgébb tempóval például, mert ez a meleges senkinek nem tesz jót koncentrációban, aktivitásban, de mindig megvolt a hajlandóság és a képesség is, ez is nagyon fontos, hogy tényleg a lehető legjobbat hozzuk ki abból, amit a zene megkívánt tőlünk. A soproni szimfonikusok 3 napig dolgoztak a felvételeken,
melyeket szerdán fejeztek be. Most az utómunkák következnek, hogy a CD elkészülhessen a Pán-európai Piknik évfordulójára, majd bejárja a világot Sopron jó hírét növelve. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amely a Volt Fesztiválról jelentkezik. Utána Unió Régió című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Pénteken sok lesz a napsütés, délután megnövekedhet a felhőzet, egy-egy zivatar is előfordulhat. Enyhe északnyugati szél várható. Délutánra 28 fokra melegszik a levegő. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.